Sziasztok, én Szeri vagyok, és ahogy láthatjátok, Armored Warfare, mégpedig a Tier 8-as tankok próbálgatását folytatjuk ebben a videóban is. A képen látható T90-nel és az Arietával fogunk majd csatázni. Vágjunk is bele, az első a T90 lesz. 2-2 csatát fogunk menni, és hogy két csatát a T90-nel és kettőt az Arietával. Állítunk egy picit a grafikán. Nos, River Point, és hát szerintem ezt a részt fogjuk megcélozni itt. Már ez attól is függ, hogy jönnek erre csapattársaink. Driver, crank it. Affirmative. Gunner, scan for target. Affirmative. Driver, move out. Hát azért jövünk erre. Identify. Hostile PC. Na hát a Leóval vagy az Abrams-el szerintem nem nagyon ütött volna be senki. Szóval egyértelműen azt tapasztalom, hogy ennél a T90-esnél is, meg az Arietánál is sokkal gyengébb az eleje a tanknak, mint a Leónak vagy az Abrams-nek. Na jó, hát megindulunk előre, mert miért is ne? Hát ez sajnos nem talált. Szemétrakéták. Nos, hát igen, ez a piros felnőtték, jól megjavították. Ezt én nem fogom megjavítani. Reloading.
Amúgy te nagyon el voltam bombulva, amúgy. Egyébként nem biztos, hogy gyengébbek a páncélok, csak jobban ismerik a gyenge pontot. De én jobban azt tapasztaltam, hogy elég rendesen belövöldöztek ám, nem lehetett azt csinálni, mint a Leónál, hogy kimegyek aztán a páncélra hagyatkozni. Ó, milyen szögben ütöttem azt ott be. Ezt már meghagyom nekik. Hát vannak itt még azért bőven, jaj! Hát ez a TD, ez nagyon tud nekem fájni. Hát remélem a TD-vel foglalkoznak. Szeretnék még harcoskodni egy picit. Ja, ott üldözik, jól van tőle, mert nem kell félnünk. Na és itt már csak még az ingyen sebzésért megyünk. Ez a T-90, hát ez mi a szart csinál itt? És nem jött az idiót, amiért nem tudtam rálőni, hát komolyan mondom. Ez hova akart menni egyébként? Egy ember volt a pályán, egy ellenséges tank. Na mindegy. Hát 3000-et sikerült sebeznünk, 3300-at, majdnem 900-at. 900 ezer kreditet kerestünk, és ez a harmadik helyre volt elég. Na, guruljunk is az Arietából. Következő körre egyébként megnézem, hogy van esetleg valami, amit fel tudunk tenni a tankokra, hogy kifejlődöttek közben. Milyen meglepő, tier 8. Adunk egy kis grab hit kát neki. Szebben néz ki így a játék. Na és hát egyértelmű, hogy megyünk befelé a városba. Tehát olyan a levege, mint hogyha a végén egy ilyen nagy irányzék lenne. Hát valószínű, hogy ez amúgy az, nem? Egy irányzék, csak úgy néz ki, mint egy ilyen hát régi pisztolyom, vagy puskának a végén. Jaj, artak össz.
Hoppá, T-90. Hát ő ilyen, nem is tudom, milyen üzemmód van, ilyen sétahajó, gázik, nézelődünk, meg ilyesmi. A leót szemből ez gond, bajos lesz beütni egyébként. Nagyon akarok oldalt kimenni, mert egy rájuk fog válni teljesen. Igen, open sajnos. A párt kettő nagyon kemenőről. És a XM9 vagy MX9 az folyamatosan ott van előttünk. Vagy ülő, vagy egy másik TD. Ja, az XM... vagy 8-at akartam mondani, na őt kitották. Van ott egy TD, akit nem látunk meg még mindig. Identify. Ezt nem fogjuk megjavítani. És a felső gyenge ponton, na én meg akkor javítom meg, amikor már fölrakja. És nem is alul lőtt be. Nem, ott nem fogunk rájönni a leóra. Na jó, jöjjön. Mi a szar lő belém ekkorát onnan most komolyan? Nem hiszem el, mert rég ezt kellett volna csinálni, ezt egy rohadt TD meg szétszed minket onnan a picsából, úgyhogy nem is látjuk meg egyébként. Na most már jöjjön mindenki. Rohadt TD meg még mindig ott van, úgyhogy nem spotolja föl senki. Ez komolyan mondom. Ez hihetetlen, hogy nem tudja kikapni ezt a leót. Pedig ott vannak mögötte is. Na végre megyek arra a szemét TD-re, most már elegem van belőle amúgy. És nem TD, hanem egy Sniper T90. Bocsánat, egy Sniper T90-nel állunk szemben. Ordas mesterlövész, csicska, szar, aki meg sem mozdult egész meccsben. Áj. Hát a VOD-ban is vannak ilyen emberek. Általában német tankokban szoktak ülni. A pálya legvégéről lövöldöznek, igen, VK4502B, meg sorolhatnám. Na hát ezek itt ebben a játékban is megvannak. Ezek az ordas sniperek. Ja, és most még kívánhatjuk azt, hogy a négy tank kilője mondjuk azt a nyomorult T90-et. Hát ez komolyan, most ez nem megy el neki segíteni? Ez egy full idióta, és elveszítjük a meccset még a végén.
Ez nyomorék ez a TD. Ja, és van egy AFK-ló párdunk is, na hát ez nagyszerű így. Ja igen, most meg már elmenekül, jól van. Istenem, hogy ilyen nyomorultakkal kell játszani, de imádom ezt. Ó, én ezt nem várom ki. Nincs kedvem hozzá, nem akarom, hogy túl hosszú legyen a videó. És megyünk akkor... Mivel is megyünk? Akkor még egyet az Arietával is. Vagy azzal mentünk most? Na, mindjárt meglátjuk. Na, itt felhúzott, most sem tudom, hol tartunk. Na, jó, akkor T90-nel megyünk. Ez most mi? És sikerült megölni. Nagyszerű, nagyszerű. Jaj, 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 mit is mondtam nektek, hogy... Ha tudunk valami... ...esmit felrakni, aminek van értelme... ...akkor azt felrakjuk. Hát költünk egy kis kreditet. Igazából a löveget nem tudtuk volna. Na hát jöjjön az utcsó meccs a T90-essel. Nem szeretem ezt a pályát. Állítunk a grafikán egy picit. És hogy nem olyan érzem. Már ki tudja, lehet, hogy jobban mozog. Hol van, hogy... Megpróbáljuk máshonnan, mert előnyben vannak. Down.
Húha, azt a mindenit, ez jó nagy sebzés volt. Visszajött repetázni. Identify. Hostile tank. Véletlenül se álljon meg a billegés. Ricochet, no effect. Hát úgy gondolom, hogy én megyek előre. És jaj, de szépen kimentem elé, hát ez gyönyörűséges volt. Ezt a kurva életben neki. És ezek meg itt vártak végig, most de komolyan, ezek mit csináltak itt? Hát ez komolyan, nem mondom, emberek. Á, ez vicc. De ez a három tank, ez honnan került ide? De most komolyan, ezek ott döglöttek kint a tengerparton végig? Hát na mindegy. Hol voltam én? Na, és ti... Ezt én nem tudom, hogy hogy került oda az a csomó tank. Mit? Hát egy T-90 volt ott, meg egy TD hátul. Úgy látszik, hogy ebben is a csicska szar kempereknek kifizetődik mindig. Na hát ezek a meccsek, ezek annyira nem lettek nagyon királyok, mint mondjuk az előző videómban. Úgy látszik, hogy a játék az úgy gondolta, hogy túl sokat kerültem jó csapatokba, úgyhogy most szopjak. Hát most szopok is rendesen. És ezt bírom, hogy ilyenkor még tőlünk is előkerülnek egyébként ilyen full HP-s Leopard 2-k, akik mondjuk nem tudom, hogy hol voltak eddig. Két killje van már, úgyhogy nem értem. Én is itt haltam meg egyébként. Ott vagyok, ott... Ja, az nem, az én hullám, nem én hullám. De itt haltam meg. Ilyen sokáig tart, amíg megdöglenek, pedig 19-en vannak egy tank ellen. És akkor így az utolsó meccs is nagyon királyságosra sikeredett. Na hát tegnap azért jobban adta a játék. Sokkal jobban adta. Bár lehet, hogy hát nem akarok ilyeneket mondani. Nekem az a két tank, lehet, hogy a matchmaking miatt is, a játékosok miatt is, de hát ez sokkal jobban bejött a Lau 2 és az és az Abrams. Itt ez egy szar csata volt. Na jól van, emberek, akkor ennyi lett volna a T-90 és az Arieta.
Én Szeri voltam, sziasztok! Ha tetszett a videóm, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!